Köszöntöm Önöket, ez itt a Weekend, a Kölcsei Televízió programajánló magazin műsora, és hogyha már programok, hát mindenképpen érdemes elmondani, hogy a farsangi időszak már javában tart, és rengeteg megyebeli település készül különböző farsangi mulatozásokkal. Erről beszélgetek vendégeimmel, hiszen itt van Panyola polgármesterem Muhari Zoltán, valamint a Sóstói Múzeumfalu vezetője, igazgatója Szabó Sarolta. Szervusztok! Szervusz! Még mielőtt a panyolai rendezvényt is kicsit promótálnánk, illetve hát a Múzeumfaluban is lesz farsangolás, nézzük meg, hogy mi is ez a farsangi időszak, illetve itt a térségünkben, megyénkben milyen szokások voltak, Saci? A farsang az vízkereszttel kezdődik, vagyis január 6-ától már lehet farsangolni, és egészen hamvazó szerdáig tart. Ez a hamvazó szerda pedig mindig a húsvét előtti 40 napos bőt, amikor elkezdődik 40 nappal, akkor, tehát addig tart a farsang. Ez egy ilyen változó időszak, mert ugye a húsvét az minden évben más napra esik, tehát ezért mondjuk így inkább pontosabban, hogy hamvazó szerdáig tart. De igazából ez a farsang, a farsanghoz kapcsolódó népszokásokhoz, a farsang utolsó három napjához kapcsolódtak, a farsang végéhez. Ezt úgy mondták a régiek, hogy a farsang farka, és ezen a három napon tartották a mulatságokat, a különböző rendezvényeket, a maskarásokat, és itt ezen a vidéken én örülök is, hogy polgármester úr most itt van, hiszen a szatmári farsangos az nagyon hosszú ideig élt, és a 60-as években még farsangoltak ezen a vidéken. Néprajzkutatók ezt fölgyűjtötték, akkor Újvári Zoltán vezetésével, és tulajdonképpen ezeket a hagyományokat elevenítjük föl mi is a Sóstói Múzeumfaluban majd, hiszen a farsang különböző ezeken a farsangi szokások, főleg a Fonóban, régen a Fonóban tartották, hiszen ez egy olyan hely volt, ahol a fiatalok találkoztak, mert a farsang azért a párválasztásról is szólt valamilyen formában, és ott adták elő azokat a jeleneteket, amely tulajdonképpen a farsang, illetve a tél temetéséhez kapcsolódik, hiszen ez a farsangnak is a lényege, hogy várjuk a tavaszt, és hogy jöjjön már minél hamarabb, és a telet pedig el kell temetni. Hát ezzel kapcsolatosan biztos nagy mulatság lesz most hétvégén, ugye Panyolán. Milyen jellegű lesz ez a panyolai farsangoló rendezvény, és hanyadik alkalommal szervezitek már meg? A hagyományos farsangi felvonulást negyedjére, de farsangi bált és néptáncot már több mint 10 éve tartunk, de 4 évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy valóban, ahogy Saci mondja, az Újvári Prof. által gyűjtött anyagból és általa fölvett anyagból kifigyeltük a jelmezeket, és azokat a hagyományos jelmezeket próbáljuk újra tölteni tartalommal, és 1 órakor szombaton, most szombaton felvonulunk a faluba. Nyilván itt annyi változás van az elmúlt régmúltbahoz képest, hogy a fonók már nincsenek sajnos, így aztán a faluba megyünk egy kört, illetve bemegyünk egy-két házhoz azért, és ott ijeszgetünk, egy kicsit felidézzük azokat a korokat, amit a 65-ös felvételen Újvári professzor rögzített. Ez zene szóval, jó kedvel kell elképzelni? Hát igen, viszünk népzenészeket, és akkor egy-két tánclépést is csinálnak a viseletben lévő lányok. Már most volt próba szerdán, illetve a múlt héten is. És hát olyan jelmezekkel jövünk elő, mint a medve, vagy a pap, vagy a kaszás. Vagy van egy megdöbbentő maskara is itt, amit már hoztál nekünk. Igen, egy pillanatra belebújok legalábbis a felső részbe. Ugyanis én a pulyaszedő leszek, szeretném megmutatni. Ebben a zsákban nincs egyáltalán senki, de a stilizált gyermekláb az azt jelenti, hogy én bizony a pulyákat ijeszgetem elsősorban. De hát ijeszgetni szoktam én, és én csak, hogy úgy mondjam, modern szóhasználattal szájkaratézok, tehát igazából nem gyűjtök senkit, egy kicsit megrémítem a gyerekeket, de már tudják, hogy én vagyok, és ez inkább a móka párja. Lesznek medvék, medvehajtók, mint mondtam, a szitás, az egy nagyon érdekes eleme ennek a szokásnak.
hiszen egy ember egy szitát tart a feje fölött, egy ruha van körülvéve, és a hasa a feje. Tehát igazából egy nagyon izgalmas jelmez. Nem könnyű találnom szitást, jó szitást, mert téli időszakban ez azért egy kicsit fárasztó, hogy 2-3 órát sétálgatunk a faluba, meg ne fázzon a háta, úgyhogy majd cserélünk szereplőt is, és egyáltalán nem lesz fárasztó, hiszem ezt. Hozzáteszem, hogy nem csak a felvonulás, tehát ez a gerince a szombati eseményeknek. Reggel már vágunk disznótoros lesz, a vendégek a faluba már bejelentkeztek rá sokan, hál' Istennek. Elterjedt a híre a közös reklámunknak köszönhetően, és este pedig izgalmas program lesz a Kultúrházba. Csipkés zenekar húzza a talpalávalót, ők Kárpátaljáról jönnek, de lesz egy színdarab, illetve két színdarabot is látni fogunk. Hát aki tudja. Én azt mondom, hogy ez egy igazi, ízes, farsangi, falusi mulatság van, lesz. Ez a cél. Tehát tényleg itt disznóvágás, felvonulás, ijeszgetés. Móricz hát darabot ad el a Lámpalász Társulat, a Zördög címmel, vagy például a Csokit is láthatjuk, az mondjuk egy modernebb része ennek az egésznek, de miután a Rozsái polgármester alakítja, meg hiszem, hogy nagyon izgalmas lesz, tehát az Üvegtigris lesz bemutatva, illetve a Máté Szalkai Szatmár Kamara is bemutatja a produkcióját, illetve néptánc tanítás lesz, csak úgy, mint majd rá egy hétre 18-án. Ezt akartam mondani, hogy volt itt egy utalás egy pár pillanattal ezelőtt, hogy a közös reklám, meg együttműködés, mert hogy de tényleg ez a véletlennek köszönhető, hogy én külön-külön hívtalak fel titeket, és akkor mosolyogva mondtátok nekem a telefonba, hogy tényleg őt, meg őt hívtad, jaj, de jó, mert hogy nekünk lesz egy közös attrakciónk a Panyolai Fesztivál után, tehát az most lesz szombaton, igen, de rákövetkezendő héten pedig majdhogy nem egy panyolai érzésű, ízű dolog várható azért a Múzeumfaluban is. Mi lesz ez? Igen, mert úgy gondoltuk, hogy ugyan a Múzeumfalu csak április 1-én nyit ki, de a téli időszak az, amelyik a leggazdagabb népszokásokban, és mi szeretnénk eznek az időszaknak a népszokásait is bemutatni, és hát többek között a falsangost, úgyhogy, vagy a falsangot, és a szatmári falsangot, hiszen, mint ahogy említettem, ez nagyon jól feldolgozott dokumentát, és nagyon nagy szerencsénkre a panyolai hagyományőrzők ezt fölelevenítik, és úgy gondoltuk, hogy mi ilyen hagyományos falsangot szeretnénk bemutatni, hiszen a falsang az inkább ennek az elnevezése az a parasság körében, polgárság körében, de hát a felsőbb társadalmi rétegnél ez inkább a karnevál időszaka, igen, tehát mi nem karnevált, hanem farsangot fogunk tartani. Itt a vízenben is farsangolunk, nem karnevalozunk. És ők mutatják be ezeket a zsáner alakokat, amiről, vagy akiről polgármester úr is beszélt, aztán lesz áll temetés, van egy ilyen része, és ez tulajdonképpen a télnek a temetését szimbolizálja. És ezek a zsáner alakok mellett a medve, a ló, a kecske és a gólya farsangosok az, akik mint állatalakok jelennek meg ebben a farsangi történetben, és mi itt a Múzeumfaluban is ezt szeretnénk föleleveníteni, illetve megmutatni a mi látogatóink számára, de ezen túlmenően farsangi fánk is készül, amit a belépő jegyhez meg is kapnak a látogatók, és ezen túlmenően pedig nálunk is lesz a Múzeumfaluban kicsiknek is, lehet táncot tanulni, néptáncot, és aztán a felnőtteknek is batyus bál, hiszen ez a báloknak is az időszaka, és a bálokban patyus bált is tartottak régen a házas sok számára, de a fiataloknak is volt külön a legényeknek bálja, volt külön asszonybál is, hát mi most itt batyus bált fogunk tartani, és élő zene lesz nálunk, és a Bürkös zenekar fogja húzni a talpalávalót. Hihetetlen programok most szombaton Panyolán, egy hét múlva hétvégén a Sóstói Múzeumfaluban, Nyíregyházán. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és jó, hogyha tudjátok, hogy már vannak olyan települések, ahol a farsangos mulatság már lezajlott, ilyen például Ajak, ahol farsangi disznótorost tartottak. A részletekért már is mutatjuk itt a Weekendben.
Az ajaki farsangi disznótorost 5. alkalommal rendezték meg február elején. A fesztiválozóknak idén nem kellett nagyon korán kelniük, hiszen 8 óra körül szúrták a disznókat, ám a helyi asszonyok emlékeznek még az igazi falusi disznótorra. Elég korán kezdték, hát körülbelül olyan 6, még 5 órakor is volt, aki megkezdte, hogy minél hamarabb vége legyen, mert utána egy kis nyújtás eset is csináltak, hogy az egész család összejött. Hát például a hentest az általában mindenki a családjából állította ki, majd később volt olyan, hogy hentest fogadtak. Mert elsőbbet még úgy volt, hogy az egész családtagokat, a rokonságot, testvéreket, mindenkit összehívtak. Volt olyankor például, hogy mink is 35-en voltunk, hogy fele egy disznó elfogyott, mire a vacsorának vége lett. Akkor még küldtük a lesit, ugye, és akkor azzal együtt alig maradt, alig tudtunk eltenni otthonra, ami megmaradt nekünk. De hogy mi is az a lesi? A szomszédba leste a kisfiú, meg a szomszédember, hogy sikerült, mint sikerült, és mikor minden kész volt, akkor egy tálat megraktunk hurkával, toroskáposztával, hagymásvérrel, szalonnával, ilyen húsdarabokkal, és akkor a szomszédba átvittük, és ez volt a lesi. Ajak 7 testvér települése is részt vett a disznótoroson. Ajak 7 testvér! Valamennyien jó hangulattal, finom ételekkel és disznótoroshoz illő muzsikával várták az érdeklődőket. Az ajaki farsangi disznótoros nem csak gasztrorendezvény, hanem komoly verseny is. Finomabbnál finomabb ételeket készítettek a versengő csapatok. 13 vagy 14 csapat nevezett az idei disznótorosra, és ahogy eddig is fontos alapelv volt, hogy ajaki termelésű jószágokat áldozzunk fel a disznótoroson, ha lehet így fogalmazni. Most is így történik, 80%-ban mangalica disznókat áldozunk fel, ennek az önkormányzata tulajdonosai, illetve a saját farmomról is származnak, és van magyar nagyfehér disznókat is levágtunk a mai disznótoroson. Az idei évben, 5. évben különlegesség az, hogy magam is vadászember vagyok, és a Hubertus Vadásztársaság tagja vagyok, erre nagyon büszke vagyok, és együtt szerveztük meg Ajakváros önkormányzat és a vadásztársaság sátrát közösen, ezért vadász különlegességek is vannak, és a szokásos ajaki disznótorosnak a különféle ételei megjelennek az étlapunkon. Már 5. alkalommal veszünk részt ezen a fesztiválon, nagyon szeretünk itt lenni, itt van a vadászterületünk is egy része Ajakon, tehát nagyon szívesen jövünk ide haza, már mondhatom, és hát sertést dolgoznak fel, és minket megkértek, hogy külön legyen egy vadétel, és akkor őszpörköltet fogunk készíteni mindenki számára. Miért szeretik ezt a rendezvényt? Miért tartják jó hangulatúnak? Annyira jó itt a hangulat, olyan barátságos, és nem csak mi, hanem a környékbeli települések is, meg még Ukrajnából, Bulgáriából, tehát és már nagyon ismerjük egymást, mert több éven keresztül találkozunk, és nagyon jó velük együtt lenni. Ez egy egész napos rendezvény, nagyon jól érezzük magunkat, vannak műsorok is, népi hagyományos táncok, énekek, tehát kulturális műsor is van, meg hát így barátkozunk együtt, és ez nagyon jó érzés. 5. alkalommal vagyok, mivel hogy ide valósiak vagyunk, úgyhogy minden nagyon jó. Mi az, ami nagyon ízlet? Most kimondottan ilyen külföldieket szeretnénk megkóstolni, de még nem vettünk semmit, úgyhogy lángoson a kezünkbe, úgyhogy ennyi. 3. alkalommal vagyok itt Ajakon. Nagyon tetszenek az ajaki rendezvények, ezt szoktunk jönni az ajaki lakodalmasra is. Én a szomszédvárosból jöttem, Kisvárdáról, és itt mindig nagyon jól érezzük magunkat, nagyon szeretem a népi gasztronómiát. Mit kóstol? Most még az ajakiak hurkáját kóstoltuk meg, de látok itt farkaslakáról, meg ugye Lengyelországból, meg más Erdélyből embereket, meg konyhákat, és azokat is szeretném megkóstolni. Láttam Kárpátaljáról is, egy egész különleges ételt készítenek majd, és gombával, gerslivel, savanyú káposztával, hússal. Mi ilyet nem csinálunk ezen a vidéken, és azt szeretném megkóstolni. Nagyon érdekes dolog ez, hiszen ez nem csak a hagyományról szól, nem csak a barátságról szól, hanem valójában ez egy turizmussal
összefüggő, a turizmust fejlesztő, az idejövő turistákat vonzó rendezvény, és ugye büszkén jelenthetjük ki azt, és most már tényként kezeljük, hiszen a kormány döntött róla, hogy Budapest és Sopron után a Tokaj és a tiszai régió lett az ország harmadik turisztikai desztinációja, amire mi nagyon büszkék vagyunk, hiszen az új turisztikai stratégiai elképzeléseknek megfelelően desztinációban lesz sorolva az ország régiói, és igenis oda fog koncentráltan nagyobb turisztikai fejlesztés, akár szállás, akár egyéb turisztikai fejlesztés jönni, és az ilyen kis rendezvények pont talán adták az alapot arra, hogy belekerüljünk rögtön az első háromba, hiszen ha itt most végignézünk, február eleje van, normális esetben egy holt idény lenne, és itt vagy helyiek, vagy a környékbeliek megmozdultak, eljöttek, itt van egy látványosság, szól háttérben a zene, vásári hangulat van, és azt gondolom, hogy ez a térségnek kitörési pontjai lehet. Az ilyen rendezvény nagyon fontos, én már régóta mondom, hogy ezeket úgynevezett hálózatba kéne kapcsolni. Ne egymásra legyenek nyitva egy időben, ne legyen két rendezvény, évelején üljünk le, vagy előző évben üljenek le a települések és hangolják össze. Itt legyen disznótoros, a másikon legyen káposztásnap, a harmadik helyen lehet mondjuk a pálinkáról szóló fesztivál. Szerintem ez a térségnek egy lehetősége, hiszen egy érintetlen és olyan turisztikai desztináció, ami sikereihez. Az ötödik alkalommal vagyunk itt, mi a helybeliek vagyunk. Hát úgy átlagban mindent végig szoktunk kóstolni, nagyon jól érezzük magunkat, hál' Istennek, büszke vagyok a fiamra, hogy fellépett most az egyik néptánc csoporta, maximálisan elégedett vagyok a rendezvénnyel. A közösségépítésben nagyon fontos ez a rendezvény is, illetve az ehhez hasonló rendezvények, hiszen emberek találkoznak, eszmék is cserélnek, nem csak az ízek, de persze jó szórakozás is nyilvánvalóan, és valamelyest felidézi azokat a gyermekkori emlékeket, már akinek részese lehetett ennek, sajnos egyre kevesebben az új ifjabb generációból részesei annak a jó dolognak, amit egy disznóvágás jelent mindannyiunk számára, és valamit a fiatalabb generációk is ebből megízlelhetnek. Soha nem gondoltam volna, hogy egy ajaki disznótoros összefoglaló alatt a pulcsimra és ruhámra egy ilyen fancia ruhát fogok felvenni. Szinte már-már karneváli hangulat van itt a Weekend stúdiójában, mert hogy vendégünk Kunné Nagy Katalin, aki a jelmezek nagy-nagy tudora, és még groteszkebb a dolog, hogy a francia mi voltom mellett itt van Scooby-Doo is, mert hogy van Scooby-Doo jelmez is itt a stúdióban, de hogy a viccet félretegyük. Szervusz, Katalin! Szervusz. Rengeteg mindent hoztál, hála a jó égnek ismételten ide a műsorunkban. Van itt rózsaszín boa is, ami nem feltétlen ehhez a jelmezhez illik, de én ezt is felveszem, vagy így magamra terítem, úgyhogy a mikroportomat ne érje. Mik 2017-ben az igazi slágerek, mármint hogyha jelmezekről van szó? Hát a jelmezekről beszélünk, hát kezdjük a piciktől, amit itt lehet látni, az egészen ilyen baby től megkezdve egészen felnőttig, nagymama korabelig tudunk ajánlani. A piciknek általában állatos jelmezek, minél kényelmesebb legyen. 3-4-5 éves korosztálytól felfele a hercegnők minden tázháza. Itt megkezdődnek teljesen a miniegértől kezdve a Elzáig. A jégvarázs szerintem még mindig megy. Egyfolytában, már most az Olafnál is tartunk, úgyhogy már most egyre inkább a lányok is azt szeretik, de a Disney hősök az egyértelműen fiúk körébe szuperhősök, a Star Wars minden mennyiségben. Batman, Pókember. Igen, Iron Man, Superman, Power Rangers, a ninják, a katonák, a rendvédelmi szervek minden tárházait értem, a tűzoltók, rendőr, katonák, kommandósok, úgyhogy a tekesek minden. Sorolni, a tekesek most már ilyen igen. Is van, azt a mindenit. És hogyha felnőttekről van szó, akkor miket veszel észre? Van esetleg változás így az elmúlt években, hogy mi volt, és most mi várható esetleg a bulikban? Hát azt veszem észre, hogy egyre inkább megyünk visszafele. Aha.
A retrótól egészen a Gatsby stílusig ott mindent el lehet képzelni. Hát én közben mindent felpróbálok, majd nem veszem fel. Ugye a héten is elég sok retró buli van, jövő héten is, és ugye hát a Fenyő Miki, az Elvis, a pöttyös szoknya, a Charleston ruha, ezek mind népszerűek, Al Capone stílusok, ezek, ezek a legnépszerűbbek általában. És akkor oda tényleg akár jöhetnek az ilyen kiegészítők is, azok amit az előbb felvettem. Vagy ezek a kiegészítők, ez kifejezetten ez igen, a Charleston. Igen, meg ezek ilyen minimál stílust képviselnek, igen. Nem? Hogy a hölgy felvesz egy egyszerű kis maszkot, és akkor mégis van valami, ami öltözteti, de mégsem viszi túlzásba. Például ez is egy ilyen visszafogottabb maszk lehet. Igen, de ehhez ugye a ruha a lényeg, aha, a rojtos ruha, a szipka, a boa, illetve a hosszú fekete kesztyű. És ezek amúgy mind-mind már beszerezhetőek, és tényleg annyira jó lehetőségeket tudnak biztosítani most már, hihetetlenek. És itt vannak a sapkák, a parókák. Hát a parókákkal kapcsolatosan milyen bohém dolgokat lehet itt véghez vinni? Hát ugye az a népszerű bohóc parókánk, de ott van szörnyellánk. Azt is mindjárt mutatom. Akkor a retróba a nagy mikrofonfej paróka, az, ami szokott menni, vagy a rappereknek létezett a tépet hajú parókák, vagy a hosszú fekete ilyen rock zenész parókák, aki mondanám inkább, a nagy, ez a néger stílusú, nagy dollárjeles nyakláncok, nagy gyűrű, nagy fuxok, ilyesmik, úgyhogy ezek... Főleg azért kicsi gyerekek körében. De azért nem csak én vagyok ilyen szerencsés, hogy van mellettem egy Scooby-Doo, melletted is van egy csoda jelmezünk. Hát ő a rózsaszín párducunk, aki most népszerű, Valentin nap alkalmából szokták a férfiak vinni. És akkor ezek úgy működnek, ahogy látom, hogy maga ez a plüss fej, az embernek a feje felett igen, kap helyet. Igen, tehát igen. Itt van a lyukas résznél a fej, a kilátási lehetőség. És ez egy ilyen kezes lábas majd, hogy nem, mert hogy az egész testünket igen, beboríthatja. Meg nagyon ami, jó. Másik nagy népszerűség a Darth Vader a felnőttek körébe. Hát itt van a Darth Vader. Mert apukák bejönnek gyereknek választani, és apuka játszik. Körülbelül így néz ki a történet. Hát, apuka nem magán, vagy nem a gyereknek veszi például a vasutat sem, a gyerek vasutat, meg az autókat sem, hanem magának. Tehát Darth Vaderbe, hát bevállalom, mert mindent bevállalok a víkendbe, tehát ez csak annyi, hogy felveszem, rá fog menni a fejemre? Rá. Te jó ég. De nem megy bele? De, belemegy. Belemegy? És akkor meg lehet nyomni, mert ez egy hangátalakítós. De hol kell megnyomni? Itt? Ott a gombokat. Na várjál. Igen, másik, követ, mellette lévő. Aha. Jó, hallottam, hogy nem magyarul beszél? Nem, ez jó, okay. És több ilyen fejünk van. Tehát gondolom a Luke, én vagyok az apától kezdve, így mindent tud, kicsit igen, hörgősen, Darth Vaderesen. Hihetetlen, hogy az emberek mennyi minden dolog közül választhatnak. Mennyire jön amúgy ez a karneváli hangulat, ez a nagy Gatsby stílus, ez megvan, de mondjuk itt látok van egy ilyen nagyon gyönyörű velencei díszt is. Például ezzel a ruhával is, ami éppen rajtad van, ezzel is szokták vinni, vagy ilyen nagy hatalmas szoknyákkal, amit ugye, mint egy mennyasszonyi ruha, majdnem csak ugye nyilván színesbe, és akkor ahhoz viszik el ezt. Bevállalósak amúgy a megyebeliek, hogyha farsangi mulatságról van szó? Tehát most nem a gyerekekre gondolok, hanem a felnőttekre. Igen, egyre inkább. Azt igen? tudnám mondani, hogy egyre inkább bevállalósak. Jobban élvezik, mint a gyerekek. Nem, én azon gondolkodom, hogy például, hogyha van egy ilyen bál, vagy van egy buli, és akkor azt mondják, hogy már pedig len kötelező a jelmez, akkor most már nem csak az van, hogy felveszek egy maszkot, vagy valami, hanem akkor bevállalják a nagy ruhát. A nagy ruhát, és akkor ez az érdekesség, hogy például párba férje. Szóval például ennek a ruhának is van egy férfi párja is, ami ugye jaj, 14. Lajos. Megszólalt, bocsánat. És akkor ugyanúgy risporos parókával
a zsabó, kézelő, térnadrág, stb. Ilyesmi kiegészítők, esélytapáca, fehér kesztyű, úgyhogy is ezeket viszik, és ez olyan bulis. Milyen pár jelmezeket tudsz még esetleg ajánlani? Akár mondjuk a Batman macskanő, vagy vannak ilyenek? Mondjuk azt nem igazán szeretik, mert az kezes lábas. Aha. Hanem inkább szokták az Al Capone-t vinni a barátnővel, uh-huh. Ugye a francia páros, akkor szokott lenni a Dracula párosítás, akkor Olivia Popeye például, uh-huh. Az ősember, Freddy meg Vilma mondjuk, akkor van olyan, hogy Törpilla és Okoska, vagy a Karib-tenger kalózaiból van a hölgy, illetve van a maga a Jack Sparrow, akkor a francia párosítás, akkor a görög istenségekből ebből szinte minden, ugye Julius Cézár, Olimpia. Tehát lényegében az minden. Ötletelés és a lehetőségek tárháza, az hihetetlen nagy, és aki szeretne, biztos, hogy talál valami frappáns, minden. Vagy éppen visszafogott jelmezt idén fia farsankor is. Én köszönöm szépen, Katalin, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mi pedig hamarosan jövünk vissza a Weekend második részével, természetesen már ilyen fancia ruha nélkül. Mindjárt jövünk. Thank you.